Élénkülő lakáspiac. A vásárlók leginkább a 9 millió forint körüli ingatlanokat keresik ebben a régióban. Döntő többségük fiatal családos. Eredményes esztendő. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete majdnem egészében teljesítette az éves várakozásokat a véradást és az adománygyűjtést illetően is. Városfejlesztés Máriapócson. Idén megújult a polgármesteri hivatal, energiatakarékossá váltak az oktatási intézmények, de a vallási turizmus is tovább fejlődött a közel 2200 fős településen. %15 emelkedtek az ingatlan árak csak ebben az évben. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! A vásárlók leginkább a 9 millió forint körüli ingatlanokat keresik ebben a régióban, döntő többségük fiatal családos. Az idén nyáron bevezetett csok után élénkült a lakáspiac. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vidéki adásvételek ugrottak meg, hiszen a családtámogatási kedvezmény egy használt lakás vételárának akár a felét is kiteheti. 2015 évelején már látszott, hogy nagyobb az érdeklődés az eladó lakások iránt, és több adásvétel is történt, mint az előző években. A tavasszal, és miután elérhetővé váltak az állami lakástámogatási formák, köztük az úgynevezett csok, felpörgött az ingatlan piac. Ezzel egy időben a lakásárak szinte az ország minden részén, így Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is közel 15%-kal emelkedtek. Átlagosan 160 ezer forintos négyzetméter áron kaphatók a használt lakások, és a család házak egy része is, főként vidéken. Az év különböző szakaszaiban változó a kereslet, változó a tranzakciószám is, hiszen észrevehető, hogy az év végére már szűkül a kínálat. A kislakások elsődlegesen a minimum 1+1-es, de ugye a nagyobb családosok a 2-3 szobás lakásokra is aktív keresést mutatnak, illetve és árban elsődlegesen ugye ez a 6 és 8 millió forint közötti panellakások, téglagázosoknál a 9-12 közötti a favorit, ez négyzetméter szobaszám függvénye, illetve állapot függvénye, és ugye ami a standard a családi házaknál a 10 millió, 13 millió közötti családi ház, illetve van kereslet már az újabb építésű 18-25 közötti családi házakra, vagy sorházakra. A családok otthonteremtési kedvezménye növekedést hozott a lakáshitelek piacán is. A hitelt kérők 20%-a érvényesíti a csokkot. A családok élnek az állami támogatásokat a lehetőségekkel, és kérik használt lakásra is a támogatást. A csoknak köszönhetően a vidéki településeken egy 1,5 millió forint körül támogatás akár az ingatlan vételárának az 50%-át is kiteheti, így jelentős mértékben megnőtt a vidéken ingatlan vásárlók száma is, és az ottani tranzakciók igazából sokkal erősebbek a növekedés dinamikáját tekintve, mint a megyeszékhelyen. A nagyobb városokban szűkíti a kínálatot az, hogy kevés lakás épült újonnan, ebben lehet a következő években változás, ha tovább növekszik a kereslet, a vállalkozások kedvet kaphatnak az építéshez. 2015 végére a kínálat csökkent az ingatlan piacon, de még így is megtalálják számításaikat azok, akik ingatlant befektetési céllal vesznek. A szakértők szerint ugyanis a jelenlegi alacsony jegybanki alapkamat miatt a bankoknál nincs befektetési hozam, akinek pénze van, inkább ingatlant vásárol. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete majdnem egészében teljesítette az éves várakozásokat a véradást és az adománygyűjtést illetően is, tájékoztatta televíziónkat a szervezet megyei igazgatója. Hozzátette, azonban a tervek teljesítése egyre több munkát igényel a szervezet munkatársaitól és az önkéntesektől is. Karácsony közelettével egyre többen döntöttek úgy, hogy vérükkel segítenek a rászorulókon. A december kiemelt hónap a Magyar Vöröskereszt életében, ilyenkor mindig többen látogatnak el a szervezett véradásokra, mint az év többi hónapjában, mondta el az igazgató. Hozzátette, decemberig több mint 1000 kiváló véradót tüntettek ki megyeszerte. Megyeszerte olyan év végéig olyan 24-25 ezer egység jön össze, tehát ennyi az éves tervnek ez a irányított véradásokkal csökkentett része, és a hiányok is jelentkeznek sajnos, és ez körülbelül olyan 20-21 ezer donor vére,
mert van, aki kétszer jön, háromszor, férfiak közül gyakran jönnek ötször is, tehát ez egy, a véradók tábora egy nagyon csodálatos adományozó csapat, hiszen ők a testük egy részét adják a gyógyuló beteg számára ismeretlenül, ami azt gondolom, hogy a világ legszebb adománya, hiszen ez az életben maradáshoz szükséges. Karácsony közelettével az adományozási kedv nem csak a véradások számának növekedésében mutatkozik meg, a megyei vállalkozások és a lakosság anyagilag is nagyobb mértékben támogatja ilyenkor a szervezetet. Az adománygyűjtés ebben az évben is jól sikerült. Ez körülbelül annyi, mint a korábbi években. Vannak új szereplők is, aminek nagyon örülünk. Például 2000 kiló lisztet kaptunk adományba most karácsony előtt, ami nálunk a karácsonyi csomagok készítésében egy nagyon jelentős adomány és nagyon jó adomány. A Milka is adományozott, a Vöröskeresztnek országos szinten adományozott, és ebből már most kaptunk 200 ezer forintot megyénként, hogy a karácsonyi csomagok elkészítéséhez egy kis támogatást nyújtson az országos igazgatóságunk. Év végéig mintegy 36 millió forintnyi adomány gyűjtött össze a Magyar Vöröskereszt megyei szervezete. Ebből megközelítőleg 21 ezer rászoruló családon segítettek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több mint 600 millió forintot fordított városfejlesztésre ebben az évben Mária Pócs. Megújult a polgármesteri hivatal, energiatakarékossá váltak az oktatási intézmények, de a vallási turizmus is tovább fejlődött a közel 2200 fős településen. Ebben az évben sikerült megszüntetni Mária Pócs régi szemétlerakó telepét. A felszámolást az Észak-Kelet-Magyarországi Hulladék Rekultivációs Önkormányzati Társulás végezte összesen 11 településen. A legnagyobb volumenű beruházás 514 millió forintból a városközpont rehabilitációja volt, 40 millió forintból pedig napelemes beruházás valósult meg idén Mária Pócson. 2015 szerintem egy kimagasló év Mária Pócs történetében. Ebben az évben tudtuk befejezni a körülöttünk is látható hivatal épületének a teljes felújítását, új piacot tudtunk kialakítani, az általános iskolának a teljes szigetelése nyillászárói cseréjével. Ez az úgynevezett IVS, ami egy városközpont rehabnak a része. Nagyon fontos kiemelnem a mögöttünk levő kormányablakot, ami az első között volt a megyében, amelyet nagyon szeretünk és nagyon szükség volt. Ezen kívül oktatási intézményeinkre napelemet sikerült pályázni, az oldalra és az iskolára is. A görög katolikus egyház sikeres idei beruházása, a zarándokház bővítése, valamint a kegytemplom mögötti nemzetiségek házának kialakítása volt, ami több mint 30 millió forint Európai Uniós támogatásból épült a hátrányos helyzetben élők felzárkóztatásának segítésére. Ezen túl a kegyképnek állítottak emléket egy 24 méter magas kilátóval, ami a Csodák tornya nevet kapta. Az önkormányzat a tervek szerint a templom körül sétáló utat épít jövőre. Nagy tervekkel várjuk a következő éveket, ugyanis a top pályázatokat ki fogják írni, komoly elképzelésünk van. Szeretnénk rendbe tenni az úgynevezett Pápatérnek azt a részét, ahova hívők érkeznek. Ez nagyon fontos, és ez nem Mária Pócsnak csak fontos, hanem szerintem minden embernek, mert az a 300 ezer ember, aki érkezik, oda érkezik. Tehát ott a körülmények azért nem modernek, oda szeretnénk vizes blokkal, fogadó épületekkel egy szép kulturált egységet megvalósítani, szeretnénk munkahely teremtő beruházást csinálni. Most nem akarom elkiabálni, de nagyon a végén vagyunk, egy 50 fős üzemnek a telepítése jön Mária Pócsra, ami nagyon fontos. A polgármester mindehhez hozzátette, több kisebb projektet is sikeresen zártak idén, ami elősegítette a civilek munkáját és testvérvárosi kapcsolatok kialakítását. Négy nagyobb beruházás valósult meg Nyírpazonyban 2015-ben összesen 400 millió forintnyi forrásból. A fejlesztésekről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Tavasztól látogatható a Nyíregyházi Állatpark egyedülálló látványossága, az Andok világát bemutató épületegyüttes. Az állat bemutató igazi meglepetése volt, hogy a frissen betelepített tapír mama már az új helyen hozta világra csöpségét.
Sikeres és eredményes évet tudhat maga mögött a kisvárdai futballcsapat. Az együttes az előző szezonban magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet az NB3 keleti csoportjában, majd újoncként a 6. helyen zárta az őszt az NB2-ben. Négy nagyobb beruházás valósult meg Nyírpazonyban 2015-ben, összesen 400 millió forintnyi forrásból. A projekteket főként Európai Uniós támogatásokból valósította meg az önkormányzat. Megújult a védőnői és a gyermekorvosi szolgálat épülete, valamint több épületen energetikai fejlesztéseket végeztek. A település emellett a Start munkaprogram keretében 80 közfoglalkoztatott felvételére kapott 100 millió forintnyi állami támogatást. Nyírpazonyban az év elején megújult a védőnői és a gyermekorvosi szolgálat épülete kívül belül közel 30 millió forint Európai Uniós forrásból. Az épületet márciusban adták át, ezzel együtt a védőnői szolgálat egy több millió forintos eszközbeszerzésre is kapott támogatást, a jó idő beköszöntével pedig indult a közmunkaprogram. Március után a április folyamán indult el egy Start munkaprogram, amelyben 80 fő munkafelvételére kaptunk lehetőséget. Nagyságrendileg pénzösszegben ez egy 100 millió forintos pályázati lehetőségünk volt a munkaügyi központon keresztül. Nagyon örültünk annak, hogy ebben az évben volt először lehetőségünk ebbe a programba bekapcsolódni. Gyakorlatilag három programelemből állt a pályázat. Belvíz elvezető csatornáknak a felújítása történt a településen. Egyik programelemként, a második programelemként a utak, belterületi, külterületi utaknak a javításába kapcsolódtunk be, illetve lehetőségünk nyílt eszközöknek és gépeknek a beszerzésére. Az eszközbeszerzés keretében egy homlokrakodót és egy térburkolókőgyártó gépet is vásárolt a település. Utóbbival betonelemeket lehet készíteni, amit a csatorna felújításban hasznosítottak, így folyamatosan munkát tudtak biztosítani a 80 közfoglalkoztatottnak, tájékoztatott a polgármester. Dubai László kérdésünkre azt is elmondta, idén nyáron befejeződött egy több éve húzódó felújítási projekt, aminek keretében családi napközit hoztak létre, valamint ősszel megkezdődött egy három önkormányzati épületet érintő energetikai beruházás is. Egy keopos energetikai konstrukció keretében 130 millió forint értékű pályázatunk valósult meg energetikai fejlesztések terén. Három intézményünket érintette, az iskolát, az óvodát, illetve a polgármesteri hivatalt, nyílászárócsere, illetve külső homokzati hőszigetelés és födémszigetelés valósult meg ebben a pályázati konstrukció keretében. A polgármester mindehhez hozzátette, a jövőben is keresik majd az energetikai fejlesztéseket támogató pályázatokat, ugyanis a novemberben átadott beruházásnak köszönhetően éves szinten több millió forinttal csökkenhet az önkormányzat fűtésköltsége. Tavasztól látogatható a Nyíregyházi Állatpark egyedülálló látványossága, az Antók világát bemutató épületegyüttes. Az állat bemutató igazi meglepetése volt, hogy a frissen betelepített tapír mama már az új helyen hozta világra csöpségét. Dél-amerikai tapírbébi látott napvilágot a Nyíregyházi Állatparkban. A kis csikos apróság a park legújabb állatbemutatójának, az Andok világának első újszülöttje. Az anyaállat és kicsinye az Andokházban egy számukra kialakított babamama boxban tölti mindennapjait. A kis dél-amerikai tapírborjú 13 hónapnyi vemhesség után jött a napvilágra. Míg az ivele élet állatok barna színnel rendelkeznek, a pici szőrzetét csíkok és foltok tarkítják. Ez nem véletlen, hiszen a természetben ez a rejtőzködés szolgálja. Ez a színváltozat, ez meg fog szűnni 6-8 hónapos korban, és ugyanolyan színű lesz ez a kicsi is, mint anyja és apja. Nagyon meglepő, hogy a többi újszülöttel ellentétben ez a kicsi már 1-2 naposan elkezdte kóstolgatni a szilárd takarmányt is, elkezdte enni a salátát és rukkolát, azóta azonban már még jobban fogyasztja a szilárd takarmányt, anyjával együtt csámcsog a szemes takarmány mellett a répán és az almán is. A tapírok a legősibb emlősök közé tartoznak, amelyek az elmúlt 35 millió évben nem sokat változtak. Egy régi legenda szerint Isten ezt a jellegzetes, furcsa kinézetű állatot azokból a darabokból rakta össze, ami a többi élőlény teremtése után megmaradt.
Bár a Föld négy tapírfaja közül a dél-amerikai tapír állománya a legstabilabb, élőhelyének pusztulása és az erdők irtása mellett az illegális vadászat veszélyezteti, ezért a Természetvédelmi Világszövetség a sérülékeny kategóriába sorolta. A Nyíregyházi Állatparkba 2013-ban érkezett az Európai Fajmegőrzési Program keretében egy nőstény tapír a már régebb óta a parkban élő hímállathoz. Nászuk gyümölcsét a vendégek tavasztól láthatják. Sikeres és eredményes évet tudhat maga mögött a kisvárdai futballcsapat. Az együttes az előző szezonban magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet az NB3 keleti csoportjában, majd újoncként a hatodik helyen zárta az őszt az NB2-ben. A jövő év elején megkezdődik az új stadion építése, és a tervek között szerepel egy akadémia indítása is. Az NB2-es búcsút követően egyértelműen azzal a céllal vágott neki a 2014-2015-ös szezonnak a kisvárdai futballcsapat, hogy azonnal visszajusson a másodosztályba. Bár a Putnok sokáig tapadt a várdaiakra, végül Révész Attila együttese magabiztosan szerezte meg a bajnoki címet. A 15-ös tavaszt egyértelműen sikernek könyvelhetjük el, mert nagyon kemény bajnokságot sikerült megnyerni, végig nemes ellenfélnek bizonyult a sorozatban a Putnok, és nagyon megnehezítette a dolgunkat, elsősorban mentálisan. Volt egy olyan pillanat a 8. forduló tájékán, amikor a Putnokon vereséget szenvedtünk, és megközelített minket egy pontra, utána utól is ért, és hát onnantól kezdve a játékosoknak minden mérkőzésen élethalál harcot kellett vívni. Kötelező volt, tudtuk a győzelem, mert a Putnok tét nélkül játszott, és mint az élet, ahogy be is bizonyította, sokkal könnyebb volt nekik úgy teljesíteni, és már a következő szezonból ugye ezt a teljesítményt nem is tudták megismételni. A mi csapatunk tanúbizonságot tett arról, hogy egy ilyen nagy nyomás mellett is lehet eredményességet elvárni tőlük, és ezt meg is oldották. A nyári szünetben Sós Imre személyében új vezetőedző, valamint 18 új játékos érkezett a csapathoz, amely az első szezonban a 7.-11. hely valamelyikét célozta meg, távlati célként pedig a tartós másodosztályi szereplést tűzte ki a klub vezetése. Időarányosan jól állnak a várdaiak, mivel az őszt 6 győzelemmel, 4 döntetlennel és 5 vereséggel a 6. helyen zárták. A 29 szerzett gólnál egyik csapat sem büszkélkedhet többel a mezőnyben, és a 20 kapott gólért sem kell szégyenkezniük Erős Gáboréknak. Nagyon jól sikerült az NB2-es szezon, még akkor is, hogyha az elején voltak buktatók, amikor kerestük a csapatot, próbáltunk megfelelni a szabályoknak. Én összességében ezt az évet nagyon parádésnak ítélem meg. Nem tudom, hogy lehet-e még ezt überelni. Természetesen, ahogy az infrastruktúrális fejlesztések előre haladnak, még inkább élvezet lesz a kisvárdai csapatban futballozni, és egy olyan élményt fogunk tudni bizony benne a következő szezonban adni a kilátogatóknak, ami emlékezetükben sokáig meg fog maradni, hétről hétre, és szeretnénk a következő szezonban még egy erősebb, ütőképesebb csapatot kialakítani. Én nagyon remélem, hogy a lehetőségeink még jobbak lesznek, és akkor ezt meg is fogjuk tudni oldani. A kisvárdai csapat tagjai január 6-án találkoznak majd először, és a felmérések után elkezdődik a felkészülés. 2016-ban két jelentős esemény is lesz a klub életében, az év elején kezdődik el az új stadion építése, és a tervek között szerepel egy akadémia indítása is. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. 15%-kal emelkedtek az ingatlan árak csak ebben az évben. A vásárlók leginkább a 9 millió forint körüli ingatlanokat keresik ebben a régióban, döntő többségük fiatal családos. Az idén nyáron bevezetett csok után élénkült a lakáspiac. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a vidéki adásvételek ugrottak meg, hiszen a családtámogatási kedvezmény egy használt lakás vételárának akár a felét is kiteheti. A Magyar Vöröskereszt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete majdnem egészében teljesítette az éves várakozásokat a véradást és az adománygyűjtést illetően is, tájékoztatta televíziónkat a szervezet megyei igazgatója. Hozzátette, azonban a tervek teljesítése egyre több munkát igényel a szervezet munkatársaitól és az önkéntesektől is. Több mint 600 millió forintot fordított városfejlesztésre ebben az évben Mária Pócs. Megújult a polgármesteri hivatal, energiatakarékossá váltak az oktatási intézmények, de a vallási turizmus is tovább fejlődött a közel 2200 fős településen.
A Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Mindenkinek áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt kívánok, legyen nagyon szép az estéjük, viszontlátásra!